A Pécs TV napi hírműsorát látják október 21-én, pénteken. Köszöntöm nézőinket. Lássuk, mit kínálunk Önöknek mai adásunkban. Pécsre érkezett a Közút körút névre keresztelt előadássorozat. Az ország 5 pontján megtartott rendezvényeken a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről esik szó. Van is, nincs is Expo Center. A textilponyva most már ismét ott van az épület tetején, de egyelőre problémát jelent a nem mindennapi fedőanyag végleges rögzítése. Egyetemi orvosnapok 37. alkalommal. Az eseményen a karvezetése kitüntetésekkel és elismerésekkel jutalmazta munkatársait, hallgatóit, és megemlékezett az 50 és 60 éve végzett diákokról is. Háromnapos programja részeként csütörtökön Pécsre érkezett a Közút körút névre keresztelt előadássorozat. Az ország 5 pontján megtartott rendezvényeken a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről és üzemeltetéséről esett szó. Miskolc, Debrecen és Szeged után csütörtökön Pécsre érkeztek a Közút körút résztvevői. Az ország 5 helyszínén sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvénysorozaton a magyar közutak fejlesztéséért, üzemeltetéséért és karbantartásáért felelős intézmények képviselői tartottak előadásokat. A csütörtöki program témái között szerepelt többek között az országos közúthálózat fejlesztése és annak finanszírozási lehetőségei, az autópálya üzemeltetés feladatai és jövője, valamint a gyorsforgalmi útépítés jelenlegi helyzete és az etéren történt fejlesztések. A média számára tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a magyar közlekedéspolitika legfőbb célkitűzései között szerepel, hogy 2006-2007-re az autópályák, köztük az annyira várt M6-os is, elérjék a nagyobb megyeszékhelyeket és országhatárokat, így módon növelve a versenyképességet és a tőkeáramlás volumenét, valamint a munkahelyek számát. A Nemzeti Autópálya RT vezérigazgatója Szilágyi András hozzátette, hazánkban még nem volt ekkora útépítési láz, hiszen jelenleg is 19 helyen folynak az országban munkálatok. A konstrukció méreteit az is jól mutatja, hogy közel 600 milliárd forintnyi összeg lett a beruházásokba fektetve. A csütörtöki előadásokon az autópálya építés mellett a megyei állami közútkezelő közhasznú társaságokból megalakult új, országos hatás és feladatkörű magyar közút KHT-ról is szó esett, amely összehangolt munkával szeretné kényelmessé és biztonságossá tenni meglévő útjainkat. Magyar közút KHT-nek az alapfeladata döntően a meglévő közúthálózatnak az üzemeltetése, karbantartása és a fejlesztése is lesz. A fejlesztések alatt elsősorban azt értem, hogy csomópontokat fogunk ugye építeni, átalakítani, átkelési szakaszokon forgalomcsillapító szigeteket fogunk létesíteni, és gyakorlatilag a közlekedés biztonsága érdekében fogunk kisebb tevékenységeket folytatni, vagy megtenni. Ez volna a társaságnak az alapvető és döntő feladata. Mi most szeretnénk koncentrálni a kátyúmentesítésre, és most a legfontosabb feladatunk az elkövetkező időszakban, hogy a 2005-2006 évi télnek a átvészelése, inkább úgy mondanám, hogy a megfelelő közúthálózati üzemeltetésnek az ellátása, a sikosságmentesítés, és hát erre próbáljuk most erőinket kihegyezni. Ahogyan az a közút körúton elhangzott, az országban épülnek és szépülnek tehát az utak. A cél mindenképpen egy európai szintű úthálózat létrehozása, amely csak is egy közös, összehangolt munkával valósulhat meg. A régió gazdasági fejlődése és az egyetemi kutatások összefüggéseivel foglalkozott az a konferencia, amelyet a Közgazdaságtudományi Kar szervezett pénteken. A találkozón amerikai, európai és ázsiai szakemberek is részt vettek, akik az ottani tapasztalatokat osztották meg a pécsiekkel. A világban már kipróbált és bevált módon fonódik össze egy-egy régió gazdasági fejlődése és az egyetemeken folyó tudományos kutató munka. Magyarországon, mint oly sok mindennel kapcsolatban, egy kicsit más a helyzet. Itt még nem terjedt el annyira ez a fajta együttműködés. A PTE Közgazdaságtudományi Kar amerikai, ázsiai és európai szakembereket hívott össze Pécsre, hogy a külföldi tapasztalatokról tájékozódhassanak a hazai szakemberek is. Van néhány nagy régió a világon, Szilícium-völgy, vagy a Boston környéki régió, vagy a Cambridge Egyetem környéki régió. Ezeket a régiókat az ottani nagy teljesítményi kutatóegyetemek generálták. Természetesen ez a kérdés Magyarország számára is izgalmas, csak utalnék a pólus tervre, a pólusoknak az elképzelésére, ami a következő nemzeti fejlesztési tervbe valószínűleg be fog kerülni. Pécs is az egyik növekedési pólus lesz Magyarországon, és itt is az egyetemet próbálják valamilyen módon regionális fejlődést generáló tényezőt alkalmazni.
A rendezvényt egyébként a KAR gazdaságpolitikai kutatások központja szervezte. A konkrét és igen hasznos tapasztalatok mellett az is kiderült itt, hogy ilyen szempontból nem érdemes különkezelni a gazdaság és az egyetemi kutatások eredményeit. A legelső előadás egy irodalom összefoglaló volt, amelyik az volt a cím, hogy mit tudunk és mit nem tudunk, és földobta azokat a kérdéseket tényleg, amiket nem tudunk. Stimuláló volt nagyon. Gyakorlati szempontból nagyon érdekes volt a harmadik előadás, ahol az előadó az Ohio Egyetem, amelyik társegyetem a Pécsi Közgazdaságtudományi Karnak, vannak közös programjaink, többek között ez a workshop is részben az Ohio Pécs alapítvány által finanszírozott. Ők egy nagyon érdekes példát mutattak arra, hogy hogyan lehet MBA közgazdasági diákokat bevonni regionális gazdaságfejlesztésbe. A workshop jó ötleteket adott a pécsi szakembereknek, de ne felejtsük el, hogy a beruházók csak akkor jönnek ide, ha tudnak, konkrétabban, ha megépül az erre vezető autópálya. Erre talán nagyobb esélyt teremt, hogy Pécs elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, ha pedig út lesz, cégek is jönnek, és Pécset is élővé válhat a gazdaság és a kutatás kapcsolata. Világszerte fenyegető veszélye az energiahordozók kimerülése. Az alternatív, megújuló energiák használata pedig ezzel párhuzamosan lesz, mind népszerűbb. A témával pénteken és szombaton kiállítással egybekötött nyílt napokon találkozhat az érdeklődő Pécsett. Sajnos egyelőre még nagyon költséges a megújuló energiák felhasználásához kapcsolódó technológia, és nincs hazánkban jelenleg kellő támogatás arra, hogy minél szélesebb körben elterjedhessen az alternatív erőforrások felhasználása. Pécsett a Simonyi Károly szakközépiskola épületgépész, illetve építésztechnikus osztályainak tantárgyi programjába már beépült az alternatív energiák felhasználásával kapcsolatos ismeretanyag, a jövő évtől ezt továbbfejlesztve az úgynevezett szolártör képzés is megindul majd az intézményben. Október 21-én és 22-én energiát másként otthon elnevezéssel, kiállítással egybekötött nyílt szakmai napokat szervezett a középiskola a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatban. Szeretnénk bevezetni egy olyan speciális új képzési formát, amelyben kifejezetten csak a napenergia, megújuló energiákkal foglalkozó szerelők, szakemberek képzését fogjuk végezni. Másodszorban a környék szakembereinek kívánunk egy olyan továbbképzési technológiai fórumot biztosítani, ahol kicserélhetik a technológiai ismereteiket, ahol megismerkedhetnek új technikákkal, és ahol kapcsolatokat építhetnek ki. Harmadrészt is erre a holnapi program lesz majd nagyon jó példa, amikor a panelprogramról beszélnek illetékesek, a környékben lakó, az itt élő embereknek az energiaellátási problémáját igyekszünk segíteni, megoldani azzal is, hogy a panelprogramra felhívjuk külön a figyelmüket. A kétnapos program során az intézmény diákjai, illetve az érdeklődők kiállítás keretében is megismerhették a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeit, olyan eszközök segítségével, mint napkollektorok, szélkollektorok, kondenzációs kazán, hőszivattyú, vagy éppen a fa elgázosító kazán. A gyerekek nagyon nagy számban nézték végig ezt a kiállítást. Jelenleg is van lenne az aulában egy csoportunk, aki éppen ismerkedik a legújabb technológiákkal, és nem csak az ilyen szakirányban tanuló diákoknak nyújtjuk ezt a lehetőséget, hanem minden diáknak, hogy odahaza a szüleiket is megismertetve ezekkel a technológiákkal eljöjjenek ide, megismerkedjenek vele, és hát egy pályaválasztás, egy további információs forrást akarunk biztosítani minden tanulóknak. Fent a díszteremben, ahol jelenleg is folyik egy előadás, egy nagyon érdekes előadás a napenergia hasznosításáról, ott pedig nem csak a mi diákjaink, a nappali rendszerű képzésben részvevő diákjaink, hanem a felnőtt szakképzősök is részt vesznek, akik mesterképzésben vesznek részt, illetőleg új szakmát átképzős programokban vesznek részt az iskolában. 37. alkalommal rendezték meg a Pécsi Tudományegyetemen az egyetemi orvosnapokat. Az ünnepi eseményen a kar vezetése kitüntetésekkel és elismerésekkel jutalmazta munkatársait, hallgatóit, és megemlékezett az 50 és 60 éve végzett egykori diákjairól is. Díszbe öltözött a Pécsi Tudományegyetem orvostudományi kara. Október 21-én nyitották meg ugyanis a 37. egyetemi orvosnapokat. A program sorozat szervesen kötődik a kar hagyományaihoz, hiszen 1968 óta folyamatosan évről évre megtartják a felsőoktatási intézmény egyik legkiemelkedőbbnek számító rendezvényét.
Hát ez rendkívül fontos ez a nap az egyetemünk életében. Ekkor találkozunk azokkal a hallgatóikkal, akik 10, 15, 20, illetve 50, 60 éve végeztek. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos alkalom, amikor a régi diákok újra visszajönnek az Alma Materbe, találkoznak régi professzoraikkal, illetve régi évfolyamtársaikkal. Én azt hiszem, hogy ez egy igazi egyetemi ünnep, amikor megmutatja az egyetem életét, ami nem a máról szól, hanem a múlt és a jövő van benne valamilyen módon ötvözve. A pénteki napon a kar vezetése ünnepi ülésén arany és gyémánt diplomát adományozott azoknak a diákjainak, akik 50, illetve 60 éve végeztek az egyetemen. Az egykori hallgatók köszöntésében az oktatók kiemelték, jövője csak annak van, aki tiszteli a múltat, ezért is tartják kötelességüknek, hogy fejet hajtsanak a több mint fél évszázada diplomázott doktortársak előtt. Az ünnepségen a jelenlegi munkatársak és tanulók is elismerésben részesültek. A karért végzett kiemelkedő tevékenységükért így arany, ezüst és bronzfokozatú Pro Facultate Medicinae emlékérmet kapott a fakultáns több oktatója és dolgozója, és megjutalmazták a legjobban oktató intézetet, a legjobb gyakorlatvezetőket, valamint az évfolyamok legkiválóbb hallgatóit. A kategóriák közül sokban az 5. és 6. évesek titkos szavazata döntötte el, ki kapja az elismeréseket. A 37. egyetemi orvosnapok programjában a kitüntetések kiosztása mellett szerepelt még a jubiláló évfolyamok találkozója, tartottak tudományos ülést, és nem maradhatott el a hagyományos dékáni találkozó sem. Műsorunk második részében beszámolunk a Baranyai Török Hét hangulatos záró rendezvényéről is. Előtte azonban az elmúlt 24 óra egyéb eseményei röviden. Dr. Toller László polgármester péntek délelőtt látogatást tett az Expo Centernél. A polgármester rövid sétája során azt szerette volna felmérni, hogy hol tartanak jelenleg az építési munkálatok. Mint ismeretes, a kiállítási és multifunkcionális rendezvényközpont kivitelezési munkálatai múlt év szeptemberében kezdődtek meg a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő RT volt Megyeri úti telephelyén. Az elmúlt esztendő során gőzerővel folyt ugyanaz építkezés, és ez biztató jelnek mutatkozott arra nézve, hogy akár már az előzetes várakozásoknak megfelelően augusztus végén átadhatják a komplexumot. Az azonban a megadott határidőre nem készülhetett el, mert a kivitelezés során gondok akadtak a több ezer négyzetméteres sátorponyvával. A textilponyva, amelyet még augusztus elején leszettek, most már ismét ott van az épület tetején, de egyelőre problémát jelent a nem mindennapi fedőanyag végleges rögzítése. Amint ez a feladat megoldódik, megtörténhet az Expo műszaki átadása is, így a város várhatóan karácsonykor veheti birtokába a rendezvényközpontot. Zárt napi rendel kezdte meg rendkívüli összejövetelét pénteken az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság. A testület a lakáskísérési programról szóló rendelettervezet tárgyalását levette nyilvános ülésének napirendjéről, de megvitatták a tagok az Egyesített Egészségügyi Intézmények kapacitás lekötési megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, a Varga Damján utcai bölcsőde erkély felújításáról szóló napirendet, illetve a 15-ös számú iskolafogászati körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítását. Az Eszéki Egyetemről érkeztek hallgatók tanulmányi kirándulás keretében Pécsre. A vendégek három napon keresztül ismerkednek a várossal és környékével. A horvát fiatalok betekinthetnek a Baranyai megyeszékhely határokon átívelő együttműködéseibe, konkrét projektek és tapasztalatok révén. Ismereteket szerezhetnek Pécs 2010-es Európa Kulturális Fővárosa pályázatával kapcsolatban, emellett előadások keretében a város Európai Uniós kapcsolatairól is szó esik, de természetesen városnézések jóvoltából a térség történelmi emlékhelyeit, kultúrkincseit is láthatják az egyetemisták. A héten egy latinai delegáció járt városunkban, azzal a céllal, hogy Pécs és a latinai régió között minél szorosabb együttműködést alakítson ki. Az Európa Házban már működik egy olasz képviselet, de a hatékonyabb tevékenységért még sokat kell tenni. Ennek megvalósításában nagy szerepet játszanak a személyes kapcsolatok is.
A latinai delegáció kedd délután érkezett Pécsre. Programjuk között szerepelt a Kodály gimnázium látogatása is. Noi abbiamo fatto, abbiamo costituito qui a Pécsre, all'interno della Casa d'Europa. Egyrészt azért jöttem a gimnáziumba, mert az Európa Házban működik egy olasz képviselet. Ez a képviselet valós szolgáltatást szeretne nyújtani, és ezt a szolgáltatást a gimnázium diákjai számára is biztosítani fogja. Bármiféle kérdésük van, munkát szeretnének, kapcsolatot szeretnének kiépíteni Olaszországban, ők mindig rendelkezésre fognak állni. Ez az egyik. A másik, hogy Olaszország és Magyarország között szeretnénk egy olyan kapcsolatot kiépíteni, ami kulturális, turisztikai, gazdasági téren egyaránt működik. Ebben a diákoknak is fontos szerepet szántunk. Hány évre nyúlik vissza ez a testvér kapcsolat? Hát tulajdonképpen a két város közötti testvérkapcsolatnak az elindítója a mi iskolánk volt. Valamikor a 80-as évek végén járt kint egy csoportunk, és ott egy nagyon megható történetet meséltek el a terracsinaiak, hogy egy balesetet szenvedő magyar család életben maradt gyermekét ők nevelték fel, és a mi gyerekeink kutatták fel ezt a fiatalembert, aki azóta már felnőtt lett és Magyarországon él, és hát ennek az együttműködésnek a révén a két város között is egyre szorosabbá vált a kapcsolat. Milyen gyakran találkoznak? Hát meglehetősen sok alkalommal, én magam is kb. 7-szer vagy 8-szor voltam már terracsinában, és nagyon gyakran jönnek hozzánk terracsinaiak különböző kulturális, illetve oktatással kapcsolatos programok egyeztetésére. Cambia la forma. A Kodály gimnáziumban 18 éve folyik magyar-olasz két tannyelvű oktatás. A fizikát, a matematikát, a történelmet, a földrajzt és részben a biológiát is olasz nyelven tanulják a diákok. Az olasz nyelv már nagyon régóta tetszik nekem. Rokonaim is és ismerőseim is származnak, illetve élnek még mindig Olaszországban. És nagyon szerettem volna nem csak a nyelvet, hanem a kultúrát is és az egész országot tanulmányozni, és erre itt a Kodály Zoltán gimnáziumban van legtöbb lehetőségem, úgy érzem. A tanárok és a diákok már több alkalommal is voltak terracsinában, illetve fogadták az onnan érkező vendégeket. Ezért valószínű, hogy hatékony együttműködés alakulhat ki az Európa Ház működése során is. Közös kiállításon mutatkozik be a pécsieknek a Dulánszki galériában 4 japán és 3 magyar képzőművész. Dr. Aknai Tamás művészettörténész megnyitójában a művészet a kultúra támogatásáról szólva kiemelte a civil szféra fontosságát. Szobrok, plasztikák, üvegtárgyak és kerámiából készült alkotások találkoztak a Dulánszki galériában a Formák barátsága című kiállításon. A csütörtökön nyílt tárlat Japán és az Európai Unió közötti cserekapcsolatok éve rendezvényei között jött létre. Éppen ezért sokszínűségét nem csupán a tárgyak adták, de az is, hogy 3 magyar képzőművész mellett 4 japán keramikus is bemutatkozott itt. A kiállítás dr. Aknai Tamás művészettörténész nyitotta meg. A kultúrát mindig is tulajdonképpen egyéni lelemények, egyéni vállalkozó képesség alakította ki. Ezt föl tudta talán karolni államigazgatási szándék, jó szándékű politikusok. Volt közigazgatás, amelyik büszke volt arra, hogy maga a kulturális tevékenységnek jobb keretet tud adni, mint más közigazgatási egység. De tulajdonképpen a dolog kulcsa mindig is az egyéni vállalkozókészségben van. A japán, illetve keleti és az európai kultúrák közötti különbségek itt teljesen eltűnnek, legalábbis ha mély filozófiát nem akarunk a tárgyakhoz rendelni. A japán művészek pécsi jelenléte egyébként szokatlan, de ugyanilyen ritka az is, hogy magyar művészek mutatkoznak be Japánban. Ennek ellenére az egyik japán keramikus már több magyar alkotóval is találkozott otthon. Ő egyébként 4 éve Pécsett él, és képzeljék, magyarul készítettem vele riportot. Ez főleg azért érdekes, mert soha nem tanult magyarul. A pécsi kávéházak érdeklődő és angolul beszélő közönségétől viszont rengeteget tanult. És egy biztos, Tomoko sokkal jobban beszél magyarul, mint én japánul. Én porcelánra kíváncsi vagyok, mert porcelán olyan, mint a ember. Néha, nem néha, hogy mondhatom, selfish. Önző. Igen. Nagyon önző és nagyon makacs az a materiál. Olyat szeretnék használni, mert csak porcelán csinál a porcelánnak formát, és én is csinálom a formát, de tőz, levegő és
porcelánnak karakter nagyon fontos. A kiállítást igazán érdemes megnézni, aki pedig nem tudná, hol keresse a tárlatot, neki súgok egy kicsit, a Ferencesek utcája elején a Jókai térhez közel megtalálja a Dulánszky galériát. Szombaton este 7:30-kor jótékonysági koncertnek ad otthont a pécsi Pius templom. A hangverseny bevételét a fellépők a székelyföldi árvízkárosultak javára ajánlják fel. Várnagy Kinga a fellépők egyikével, Szamosi Szabolcs orgonaművésszel beszélgetett a helyszínen. A Máltai Szeretetszolgálat dél-dunántúli képviselői felkérésére jótékonysági koncert lesz október 22-én szombaton este 7:30-tól a Pius templomban. Az összegyűlt támogatást a székelyföldi árvízkárosultak javára fogják felajánlani. Szamosi Szabolcs orgonaművész elmondta, hogy ő mindig szívesen karolja fel a rászorultakat. Évente többször is adódik ilyen jellegű fellépés. Mostanában ezekben az években egyre inkább úgy érzem, hogy míg a nyugat hosszasan támogatott, segített minket, mondjuk én ezt a saját bőrömön is tapasztaltam ausztriai tanulmányaim során, már ott is az utóbbi években többször elhangzott, hogy a figyelmük most már nekik is egyre keletebbre fordul, és úgy érzem, hogy a miénk is kell, hogy forduljon, mert amellett, hogy mi se érezzük magunkat mindig a legjobban ellátva, azért biztos, hogy vannak nálunk rosszabb helyzetben és szorultabb helyzetben is, pláne amikor egy árvíz elvisz mindent a faluba. A műsor főleg romantikus művekből fog összeállni. Felcsendül például Louis Vienne, párizsi orgonista, szimfonikus orgonára komporált műve, és Rachmaninoff cis-moll prelüdjének orgona átirata. Nagyon fontos, hogy a hangverseny ugye október 23-a előestéjén lesz, és ez is úgy érzem egy külön alkalom az embereknek, hogy ebben is 56-ra emlékezve segítsük magyar testvéreinket Erdélyben, és erre reflektáló mű César Franck hősi darabja lesz, ami erre az ünnepre reflektál, és népszerű művek hangzanak még el, úgy mint Abinoni adagiója, Massenet meditációja hegedűvel, és ami még szintén úgy érzem különleges, amikor hangszerekkel, hegedűvel vagy más hangszerekkel játszunk együtt az orgonával, akkor mindig átiratokra kényszerülünk. Valószínűleg az orgona rész az vagy zongorára íródott eredetileg, vagy zenekarra, de ezúttal Joseph Gabriel Reinberggel, német romantikus zeneszerző, eredetileg orgonára és hegedűre írt művét is fogjuk játszani. Az orgonaművész mellett Germán Névas Ágnes hegedűművész, a pécsi Pannon filharmonikusok koncertmestere is fellép, továbbá közreműködik a Mozart kamarazenekar. A koncert előtt még a Siklósi Hegedű Együttes műsorát is élvezheti a közönség. Az elmúlt héten Pécset vendégeskedett a törökországi Kütahya város delegációja. Az egy hét során egy sorprogram keretében mutatkoztak be a pécsieknek. A sorozat egyik utolsó rendezvénye a Naív Kávéház török hangulatú estje volt. Már a bejáratnál felállított török zászlók is jelezték, hogy csütörtökön este a török kultúrája lesz a főszerep a Naív Kávézóban. Török kávét ugyan nem kaptunk, de néhány érdekes fénykép nyújtotta élménnyel gazdagabban távoztunk a helyszínről. Bodó Márton és Kalotás Csaba tavasszal utaztak Törökországba, ahol Isztambulban és Pécs testvérvárosában, Kütahyában is készítettek fényképeket. Ami igazán megfogott minket a Csabával, az a mentalitás volt, a keleti mentalitás, ami itt már, és mondjuk itt még találkozol olyan emberekkel, akik nagyon, nagyon pozitívan állnak hozzá, mosolyognak. Meg is lehet nézni a képeken, hogy az összes ember, aki rajta van, az a kamerában néz, nyílt szemmel, nyílt tekintettel, mosolyogva, szinte látod magát belülről az embert, hogy milyen tiszta. A hangulatos fotók arról árulkodnak, amiben egyébként később Marci is megerősített, hogy a török emberek nagyon kedvesek és nyitottak az idegenekkel kapcsolatban. Bár az is kiderült, hogy a Bodó család erejében egy kis török vér is csörgedezik, itt talán már nem is olyan meglepő, hogy alig akartak hazajönni a fiatal fotósok. Próbáltunk elszakadni a csapattal, mert a csapattal mentünk, akkor én turista, de amikor így elszakadtunk ketten, akkor már egyből lazábbnak tűnt, nem tűntünk annyira ki az egész tömegből, annak ellenére, hogy fehérbőrűek vagyunk, európaiak. Ott volt a fényképezőgép a hónunk alatt, nem is volt előtt, bárhol lehetett volna fotózni 5 méterenként. Csak az embereket, de a házakat, az egész atmoszférát.
Törökország Európa és Ázsia határán igazán egzotikus helyszín, főleg nekünk közép-európaiaknak. A kiállítás azonban inkább az emberekre fókuszál. Bodó Márton elmondta, hogy a török emberek szeretik, ha fotózzák őket, ezért a téma szó szerint az utcán hevert. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pont ma friss kiadásával pedig vasárnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Témáikat megtalálják az interneten, a Teletexten és az MMX műsorán is, észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS-ben várjuk a már jól ismert számokra. Kellemes hétvégét kívánok és minden jót!